Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket Semmelweis-napi ünnepségünkön. Tisztelettel köszöntöm Policz Józsefet, Komlóváros polgármesterét, dr. Táncos Frigyes Attilát, a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. Ügyvezetőigazgatóját, Komlóváros képviselőtestületét és minden kedves meghívott vendégünket. Elsőként kérem, hallgassák meg Policz József Komlóváros polgármestere köszöntő beszédét. Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket! Annak idején nem is találhattak volna jelesebb napot a Magyar Gyógyítás Ápolás napjaként, mint július 1-jét. 1818-ban e napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Semmelweis Ignác korát meghaladó bátor szellemiség volt, aki szembefordult a féligazságokkal, a frázisokkal. Kötelezte az orvosokat, az orvostanhallgatókat és az ápoló személyzetet a szülészeti osztályokra történő belépés előtti klóros kézmosásra, majd kötelezővé tette az egyes betegek vizsgálata közötti klóros kézmosást is. Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseinek 1847 és 1861 között nyomtatott formában megjelent egyes dokumentumait 2013-ban az UNESCO a világ emlékezet részévé nyilvánította. Méltán lehetünk rá büszkék, s tekinthetünk rá példaképként. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nehéz, fáradtságos, küzdelmes az egészségügy területén dolgozók munkája, hisz az Önökkel kapcsolatba kerülők mindig valamilyen problémával küzdenek, legyen az testi, lelki sérülés, járványidőszak, félelem a sokkal rosszabbtól. Gyakran halljuk, hogy az egészségünknél nincs fontosabb, a betegség kiszolgáltatottá tesz bennünket. A várandóság időszakában a kismamák, a védőnők segítségére számíthatnak. A védőnők azok, akik nyomon követik életünk legfontosabb időszakát, azt az időszakot, amikor kialakulnak a kötődések, amikor megkapjuk az útravalót a családtól. Sok esetben megfelelő minta hiányában Önöknek kell az anyai szerepre felkészíteniük, megtanítaniuk az anyukákat, felismerni, ha porszem kerül a családi gépezetbe, s a kritikus helyzeteket időben felismerve megtenni a nagyobb problémákat megelőző lépéseket. Köszönöm az óvodákban, iskolákban kifejtett tevékenységüket, azt, hogy mindent megtesznek azért, hogy az egészséges táplálkozásnak minél több követője legyen, hogy felhívják figyelmünket a szűrések fontosságára. Az orvosi, ápolói, védőnői hivatásról a tisztelet és köszönet hangján kell, hogy szó essen. Hivatásról, mert hivatás az Önök tevékenysége, másik emberen való segítés, folyamatos rendelkezésre állás és az ezzel együtt járó önfeláldozás. Az emberi hivatások között a humán orvoslás, a betegápolás, a gyógyítás, a védőnő hivatása az első helyen kell, hogy szerepeljen. Hisz lehet-e nagyobb szeretet annál, mint az, ha valaki egész élete munkáját áldozza mások gyógyítására, testi-lelki ápolására, gyermekeink megfelelő fejlődésének biztosítására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tudjuk, sokszor sziszifuszi munka ez,
és az orvosok, az ápolók, védőnők mégis mindig újra kezdik, vállalják, hogy nincs ünnepnap, ha kell, éjszaka is számíthatunk a segítségükre, a szakértelmükre, lelki erejükre. Hiszen lelket önteni egy beteg emberbe, egy helyzetét kilátástalannak érző, eltévejdő családanyába csak azt tud, aki maga is szilárd, mentális, erkölcsi és szakmai talajon áll. Az egészségügy áldozatvállalásokkal jár. Ezért nem mindegy, hogy milyen értéknek látja a társadalom az orvost, az ápolót, a gyógyítót, a védőnőt. Amikor orvosi ellátásra van szükségünk, szinte mindent megadnánk az egészségünkért. Aki viszont éppen nincs bajban, az hajlamos más fontossági sorrendet felállítani. A régi korok gyógyítói, a sámánok még óriási tiszteletben álltak, szavaik megkérdőjelezhetetlenek voltak, és hatalmas gyógyító energiát szabadítottak fel a betegekben. A bizalom legalább akkora gyógyító erőt jelent, mint maga a varázslat. Nem a sámánok varázslását kívánjuk vissza, de az orvos-beteg kapcsolat valódi értéket jelentő őszinteségét, egymás tiszteletét, az életnek, mint értéknek a szolgálatát, és annak az áldozatvállalásnak a társadalmi elismerését, amelyet az orvostársadalom nap mint nap tanúsít. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma a legkülönbözőbb gyógyító szerek tömkeleget zúdul ránk a médiából, egyik csodagyógyulást ígérő eszköztől a másik csodabogyóig, kihasználva a hiszékenységet, kiszolgáltatottságot, így még nehezebb a küzdelem. Ugyanakkor olyan világban élünk, ahol ismét meg kell tanítanunk az embereket a kézmosás fontosságára, s arra a gyermekek nem maguktól lesznek hasznos tagjaivá a társadalmunknak, hogy nagyon fontos, milyen úton indítjuk el őket, hogy egészségünket magzati korunkban ért hatások is meghatározzák, hogy nem indul az életben egészséget tekintve egyetlen eséllyel egy dohányzó vagy egy alkoholizáló kismama gyermeke, hogy a chips és a kóla nem bébi étel, nem alapvető élelmiszer. Az egészségügyben sohasem volt könnyű helytállni, hiszen önöknek nap mint nap rendkívüli helyzetekkel kell megbirkózni, egyéni tragédiákkal szembesülni. Döntéseikkel, gyors, szakszerű beavatkozásaikkal kell gyakran életet menteniük. Sérült, problémákkal küszködő, kiszolgáltatott embertársaikon igyekeznek segíteni, munkájuk során egyensúlyban kell tartani a lelkiismeretes tenni akarást, a gyógyítás feltételeiért való küzdeni tudást, mindig előtérben kell helyezniük a mások sorsa iránt érzett felelősséget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Küzdelmes időszak van mögöttünk. A kórházat ugyan átadtuk az államnak, de városvezetőként kijelenthetem, mindig rajta tartjuk a szemünket, és a működéséhez, fejlődéséhez, a jövőben is minden segítséget megadunk. Lassan 4 évvel ezelőtt egy olyan intézményt vettünk át elődeinktől, mely a pénzügyi csőd, a szakmai szétesés szélére sodródott, a kórházat a bezárás szele is megérintette. Ekkor óriási munka kezdődött, amely eredményeként bántran kimondhatjuk, hogy egy stabil alapon nyugdobó, aktív kórházat adtunk át az államnak. A szakma és a politika összefogásának, együtt gondolkodásának köszönhetően sikerült a hullámvölgyből kilábalnunk, s nem csak megmaradt a kórházunk, hanem az igényekhez, a helyi sajátosságokhoz igazodó fejlesztések kezdődtek,
kialakítottuk a pulmonológiai osztályt, a betegek rendezettebb környezetben gyógyulhatnak. Köszönöm a menedzsment és a dolgozók áldozatos munkáját. Közös összefogásunk, erőfeszítéseink eredménye mára beérett. Mi minden igyekezetünkkel azon voltunk, hogy a működés biztonságos alapjait megteremtsük. Az elmúlt időszakban végre az egészségügyben dolgozó, a védőnők is béremelésben részesülhettek, elismerve áldozatos munkájukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mikszáth Kálmán így ír. Az orvos valóságos bűnbak. Azt mindenért ütik. Ha kicsibe veszi a beteg baját, megharagusznak rá, hogy lelketlen kutya. Ha nagyba veszi, megharagusznak rá, hogy megrémíti a beteget és még betegebbé teszi. Ha beteg meggyógyul, azt mondják, hogy magától is meggyógyult volna. Ha nem gyógyul meg, azt mondják, hogy a doktor rontotta el. Ej, cudarpálya ez! Köszönöm, hogy itt maradtak, hogy a legnehezebb időszakban is kiálltak a pomlóiak szolgálata mellett. Köszönöm, hogy szívügyüknek tekintették szakmájukat. Köszönöm önöknek, hogy partnerek voltak az egészségügy rendbetételében. Köszönöm mindennapi áldozatos munkájukat. Köszönöm, hogy a nehéz körülmények között is reményt, támaszt és hitet adnak a legkilátástalanabb helyzetekben is. Az önök folyamatos helytállása, kitartása, együttérzése, mosolya egy-egy biztató szava nélkül az egészségügyi ellátórendszer csak silány, lelketlen, nagyüzem lenne. Orvosként, asszisztensként, ápolóként vagy védőnőként szinte minden nap mérhetetlen fizikai és lelki erőről tesznek tanúbizonyságot, tevékenységükkel adnak erőt embertársainknak, szolgálnak példaként. Munkájukhoz kívánok mindnyájuknak erőt és hitet, hitet abban a bekövetkezett változások, a folyamatban lévő fejlesztések mind közrejátszanak abban, hogy egy működőképes rendszer jöjjön létre, ahol megtalálják számításaikat. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most pedig a városi kitüntetés és emléklapok átadására kerül sor, melyet Polics József komlóváros polgármestere, valamint Kupás Tamás Bementek alpolgármestere adnak át. Komlóváros önkormányzat képviselő testületének 188/2013. Évi 11. hó 28-i határozata alapján Komlóváros közegészségügyéért kitüntetést adományoz dr. Faragó Enikőnek, házi orvostan szakorvosnak, a beteg emberekért végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként. Emléklapot kapnak. Top Jánosné a 4-es számú belvárosi háziorvosi rendelőben végzett több évtizedes asszisztensi munkássága elismeréseként.
Novoszádi Ilona, az Unimedker Kft. Foglalkozás egészségügyi szakápolója, az egészségügyben végzett több évtizedes munkássága elismeréseként. Bóman Ferencné, az Unimedker Kft. Foglalkozás egészségügyi szakápolója, az egészségügyben végzett több évtizedes munkássága elismeréseként. Schneider Jánosné, Komlóváros 2. számú felnőtt háziorvosi rendelőben végzett kiemelkedő asszisztensi tevékenysége elismeréséül. Molnár Zoltánné, az Unimedker Kft. 1. számú háziorvosi rendelőjében végzett lelkiismeretes asszisztensi tevékenysége elismeréséül. Grácsin Zsuzsanna, a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. Belgyógyászati osztályok adminisztrátora, lelkiismeretes munkája elismeréseként. Turbuc Istvánné, a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. Krónikus belgyógyászat vezetője, kiemelkedő ápolói tevékenysége. Kénesinő Pataki Éva, a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. Belgyógyászati osztály vezető főnővére, lelkiismeretes munkája elismeréséül. Máler Ferencné, a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. Sebészeti osztály nővére, lelkiismeretes munkája elismeréseként. Kalina Erika, a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. Kiemelkedő anesteziológiai asszisztensi munkájáért.
valamint Meszaricsné Szekeres Katalin részére a védőnői szolgálat ügyvezető védőnőinek lelkiismeretes munkája elismeréséül. Kérem, fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat.